Orbán Viktor szerint a digitális oktatásnak is megvannak az árnyoldalai, ezért a kormány csak tartalékként tekint rá szeptembertől. Közben egyre több kritika éri az iskoláknak kiküldött járványügyi protokollt. A stúdióban Kunhalmi Ágnes. Jó estét kívánok, Kunhalmi Ágnes, aki demonstrációs eszközökkel érkezett. Jó estét kívánok. Hát igazából kis ajándékot hoztam önnek, meg a stábnak, frisbiket, ezzel nem tudom látható-e, hogy a Balaton mindannyiunké. Ma volt egy, hát nem azt mondom, hogy kampányzáró, hanem egy nagy kampányeseményünk Siófokon a reptérről. A Balaton felett órákig húzta végig, hogy a Balaton mindannyiunké, egy nagy molinót, és sok százezer ember látta. És itt van egy I Love Szabadstrand póló, és azt kell, hogy mondjam, több mint 100 000 aláírás gyűjtöttünk, és hétfőn a Nemzeti Választási Iroda, vagyis a bizottság dönteni fog arról, hogy átmegye a 3 népszavazási kérdésünk. Rettentően izgulok, mert iszonyat nagy érdeklődés volt. Az emberek egy perc alatt megértették, hogy itt mi forog kockán. Politikai ajándékot nem fogadok el, de majd a politikai relikviák közé betesszük, mert hogy gyűjtjük valahol. Ugye 100 000 aláírásnál igen. tartanak, azt mondta, igen. és hétfőn lesz döntés a Nemzeti Választási Bizottságnál. Megizgulunk. Nyilván az A verzió, ha átmegy, akkor nincs kérdés, gyűjteni akkor fognak ezerrel. Mi a B verzió? Hát, hogyha nem megy át, akkor sem fogjuk ezt annyiban hagyni, vagy újra nekifutunk más kérdésekkel, attól függ, hogy mivel utasítják el, de az biztos, hogy az, hogy Magyarországon a természetes tavakat ne lehessen nyakló nélkül beépíteni, hogy a nerlovagok ne sajátíthassák ki a partszakaszokat, most volt ugye Gárdonyról a hír, hogy több ezer aláírás, tüntetés, és direkt rendkívül üléssel az önkormányzat összehívta és eladta a területet, de például Balaton téma most önnek is lesz még a műsor, ahogy láttam az előzetest. Tehát minden párt is látta azt, és nagyon számítunk rájuk abban az esetben, hogyha egyébként átmegy. Ez ügyben voltak háttéregyeztetések, és nagyon pozitív a visszajelzés. De ami a legfontosabb, hogy az emberekre számítunk, az biztos, hogy 22-ben az a fajta harácsolásmentes Magyarország. Az biztos, hogy téma lesz a kampányban, az országgyűlési kampányban, hogy ha már másért nem, de 22-t azért is meg kellene nyerni, hogy ne szoruljanak ki tömegek, 100 000 arról a területről, amiben közmegegyezés volt az elmúlt 100 évben, hogy kicsik, nagyok, kétkezi munkások és mondjuk diplomások ugyanúgy megfürödhettek a Balatonba. És ma még vannak szabadstrandok, mert a Fidesz azzal vádol, már ezt elmondtam, hogy állok a szabadstrandon és szabadstrandokat követelek. Állok a szabadstrandon, hogy megmaradjanak a szabadstrandok, mert az az elmúlt 10 éves folyamat azt mutatja, és ön is nagyon jól mondta többször, hogy ennek ellenére mégis csinálják a hát mert ugye friss hír az, hogy mondjuk Csopakon és Zánkán is beépítenek zöld területeket. Igen. Ha át is megy, ha meg is szavazza a nép azt, amit önök szeretnének, ez több év, mire ebből törvény lesz, több év óta életbe folyik. Lép, és akkor attól még ezek a beépítések megmaradnak. Több év óta folyik ez a folyamat, és körülbelül még legalább 5 év alatt adok, és utána ez lényegében el fog dőlni. Ezért nagyon fontos, hogy 22-ben az ellenzék összefogjon, és megverjük a Fideszt, ellenzékbe küldjük őket. Ez biztos, hogy egy kardinális pontja lesz a kampánynak. No, de előtte van önöknél még egy tisztújítás, van szeptember nem. közepén. Hát ön nagyon népszerű a pártjában. Na, már olyan értelemben is, hogy Tóth Bertalan is, meg Mesterházi Attila is önt szeretné társelnöknek. Hát nagyon megtisztelő. Ugye az izgalmas kérdés az, hogy ha mondjuk Mesterházi Attila lesz a befutó, akkor vele együtt is, mellette is lenne társelnök. Mert ugye önökről nem csomagban szavaznak. Nem ám, nem csomagban szavaznak rólunk, ez való igaz, de én kijelentettem elég korán, és együtt jelentettük be itt ebben a stúdióban Tóth Bertalannal, hogy együtt kívánunk indulni, politikai értelemben együtt kívánunk indulni, mi a programunkat is együtt írjuk. Tehát én abban bízom, és látom, és érzékelem is egyébként, hogy a küldöttek, és a párt közvéleménye, de a szélesebb nyilvánosság is azért odafigyel arra, hogy én mit mondok. És hát az a folyamat Bertalannal, ami az együttműködésünk, hiszen annó mi egymással szembe indultunk, ne felejtsék el a kedves tévénézők, hogy 2 évvel ezelőtt én magam is jelölt voltam, és aztán a választmányi elnöki pozíciót választottam, és aztán meg is választottak rá, tehát bizalmat kaptam. És ott indult el igazán egy olyan
közös munkánk. Ott kellett akkor leülni és tisztázni, hogy mifelé akarjuk vinni a Magyar Szocialista Pártot, és az a fajta stratégiai gondolkodás, ami bennünket jellemez, az az együttműködés. És Bertalanban az együttműködő félt láttam, és azt az egyetértést láttam, amit folytatni is kívánok. De akkor ez a gyakorlatban mit jelent, hogy akkor nem lesz társelnök, hogyha a társelnök társa Mesterházi Attila lenne? Én most nem számítok arra, hogy Mesterházi Attilával szavaznának össze. Uh-huh. Nagyon későnek is tartom egyébként, nem kívánom minősíteni az ő mozgását, meg nyilatkozatait, nagyon megtisztelő az, ahogyan nyilatkozott rólam, és még jobban örülök annak, hogy most már ő is belátja, hogy együttműködésre van szükség, hogy ő is belátja, és egy több interjúban jelezte, hogy ebből nem lehet senkit kizárni, és annak még jobban örülök, hogy ő is belátta végre azt, amit Karácsony Gergely úgy fogalmazott meg, hogy a következő 10-15 évben ne olyan vezetőket választhatok pártvezetőknek, akik a legnagyobb kicsik akarnak lenni, mert nem olyan történelmi időszakot és nem olyan politikai időszakot élünk, ami ennek kedvezne, különben mindannyian rajta fogunk veszteni. Sőt, aki ezt gondolja, hogy még mindig a legnagyobb kicsi akar lenni, az a saját pártját is veszélyeztetni fogja később. Igen, értem, hogy más ellenzéki indulási stratégiára gondolt, de a mostani megnyilatkozás a Mesterházi Attilának meg pont arról szól, hogy az MSZP mintha kevés lenne. Úgy fogaz, hogy ő az MSZP egy potyautas ebben az együttműködésben, és azt mondja, hogy egy sokkal bátrabb, kezdeményezőbb, karakterképzőbb politikát szeretne az MSZP részére. Válasszuk ketté ezt a gondolatsort. Az, hogy potyautas, azt visszautasítanám, és szerencsére az a legelső nagy tárgyalások, amelyet Tóth Bertalan és a többi pártvezető, ami egyben megállapodott, az nem azt mutatja, hogy itt potyautasságról lenne szó. Ráadásul Tóth Bertalannak, ha van érdeme, az pont az, hogy mindent megőrzött ahhoz, megőrizte az elképesztő erőfeszítések és anyagi áldozatvállalás. Személyesen vállaltak egyébként az önkormányzati képviselőink, az országgyűlési képviselőink anyagi áldozatot azért. Mi nagyon sok pénzt fizetünk be, nettó fizetésünkből azért, hogy az az infrastruktúrája a pártnak, az irodái, a technikája, a vidéki bázisa, az alkalmazottak megmaradjanak. Büszke vagyok rá, hogy ugye a pártigon... Azért most lehet olyan néző, aki azt mondja, hogy hát van miből, párti... ahogy megemelték a parlamenti képviselők és mi valakinek luxusjaktra telik, mi meg arra, hogy megépítsük azt a szervezetrendszert, hogy mint a legfőbb, egyik legfontosabb szervezője az együttműködésnek, az ellenzéki együttműködésnek, be tudjunk lépni, mint MSZP ebbe a közökbe, vagy ebbe a közösségbe. Jól tudjunk ebben szerepelni. Hát mi voltunk azok, például az önkormányzati választás rendkívül sikeres volt, egy nagyon jó végre az MSZP által régóta szorgalmazott stratégia mentén. De ott volt az előválasztás. Hát ha valamit, a MSZP és a Párbeszéd, legelőször a Párbeszéd, majd az MSZP ezt ugyanúgy magáival téve, mi voltunk azok, és főleg az MSZP, aki ennek az egész szervezetét a nulláról felépítette, hogy ez egy működőképes startup vállalkozás volt, ami azt kell, hogy mondjam, hogy elég sikeres volt. És lehet, hogy amit majd most ön fog kérdezni, hogy az MSZP támogatottsága hol áll, hol 2% föl, hol 2% le, a legkiugróbb ellenzéki párt is fényévekre a Fidesztől, és sajnos már az is csökken visszafelé. Azt kell megérteni. Igen, de mondjuk 2018-hoz képest az MSZP csökken. Az elvitathatatlan. Természetesen tudja, mi a legnagyobb baj? Hogy az MSZP például az önkormányzati választások óta szerintem a legjobb köreit futja. Nagyon jól sikerül az önkormányzati választás. A mi szövetségünk és aztán az ellenzéki pártokkal összefogva adunk egy főpolgármestert. Nekünk van a legtöbb önkormányzati képviselőnk. Kitalálunk a nulláról és lemenedzselünk lényegében a civilekkel együtt egy egész előválasztást. És mégis nem, sajnos a DK is visszaesett. Hát ezt akarom kihozni. 18-hoz képest. A Covid miatt mindannyian estünk vissza. A Momentum jelen pillanatban nem esett vissza, mert nem parlamenti párt. Az összes parlamenti pártot büntették a szavazók, mert azt hitték, hogy Orbán most megvéd bennünket a Covid-tól, miközben jön a második hullám. Én csak azt akarom mondani, és ezt kell mindenkinek érti, de ezt mindenki érti is, hogy mindenki feje fölött 22-ig biztos, hogy ott van az üvegplafon. Nem tud senki egyedül, de még másodmagával se kilőni. Nem véletlen, hogy az ellenzéki pártvezetők okosan, élükön a Tóth Bertalannal megállapodtak, hogy közös, közös, közös. Na, utolsó kérdés, elfogyott az időnk. Ugye voltak, akik meglepődtek azon, hogy tegnap Tóth Bertalan elmondta őszintén, hogy személyesen ő Karácsony Gergelyt szeretné miniszterelnök jelöltnek. Én is meglepődtem, mert hogy
Szerintem egy párt, ami szeretne megújulni, saját jelöltet állít, akár egy MSZP-s jelöltet, és nem olyat, akit már itt kipróbált, ott kipróbált, főpolgármesterség az bejött, megválasztották, de hogy minden pozícióra. Az MSZP Gergely már folyamatban van a megújulásban, és még az előző kérdésre is válaszolni fogok Karácsony Gergelyre is. Már van egy folyamat, elindult. Az, hogy például a pénzügyi mozgásterét Tóth Bertalan, hogy az adósságot szinte teljesen lefaragta, hogy a kampányra egy nagyon jó pénzügyi mozgástere lesz a pártnak, az is nagyban hozzá fog járulni, segíteni fogja a partnereinket is. Az, hogy bíznak bennünk a partnereink, és mi is bízunk bennük, hogy egyenragú félként kezelnek bennünket, és lényegében stabilizáltuk magunkat, ez mind-mind azt mutatja, hogy van egy folyamat, amiben szerintem Attila túl későn lépett be, de ez most minden. Karácsony Gergely. Karácsony Gergely, hát nekem szívügyem. Hát én ugye már miniszterelnöki kampányt is csináltam vele, megcsináltuk, vagy én delegáltak mellé, vagy hogy mondjam ezt, segítettem hathatósan a kampányát, a főpolgármesteri kampányban is. Természetesen, hogy el tudnánk fogadni Gergelyt miniszterelnöknek. Na, hát hiszen az MSZP, a baloldali szavazók szeretik. Szeretik, támogatják a küzdelmeiben, a harcában. Azt kell mondanom most ebben a fázisban, hogy az MSZP-nek lesz jelöltje, saját jelöltje. Lesz olyan ember, akit támogatunk. Jó, hát ezzel most sokkal többet nem mondott, mint tegnap, de köszönöm Eddig szépen. Igyekeztem. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.